Sziasztok! Ebben a részben megmutatom, hogy hogyan kell elkészíteni azt az ábrát, amivel később a filtereket meg egyéb effekteket meg fogunk tanulni, pontosabban meg fogunk érteni. Következőt kell csinálni. File, New, és itt kiválasztani egy 800x600-as méretet, vagy bármi, ami nekünk tetszik, ami jól látszik végül is. Nyomunk egy OK-t, ezután kiválasztunk egy középszürkét, és az Alt Backspace megnyomásával kitöltjük az egész képet ezzel a szürkével. Na most a következőt kell csinálni. Csináljunk egy layert, és a kijelölő eszközzel jelöljünk ki mondjuk egy ekkora csíkot, szépen középen, és ezután megnyomva ezt a kis gombot, fekete-fehérre rakjuk az előteret meg a hátteret, majd az átmenet eszközt, beállítom az eredeti beállításokra, az átmeneti eszközzel és a Shift megnyomásával csinálunk egy átmenetet, egy fekete-fehér átmenetet, csak a kijelölésen belül. Ctrl-D-vel megszüntetem a kijelölést, és ezután ezt a layert ide ráhúzzuk az új layer gombra, ezáltal megkétszerezzük, majd lejjebb húzom, és Edit, Transform, Rotate-tel fogom, és 180 fokba megfordítom. Shift-et nyomtam, hogy a 180 foknál pontosan így puff, beakadjon. Majd Enter-t nyomok, és ezáltal lesz egy ilyen oda-vissza színált menetem. Most ez még nem elég, ugyanis egy-két szint is érdemes ide berakni. Tehát mondjuk csinálok egy négyzetes kijelölést egy új layerrel, és mondjuk kijelölünk egy piros szint, azzal kitöltjük, kicsit odébb viszem ezt a kijelölést, kijelölünk mondjuk egy zöld szint, azzal is kitöltjük, mondjuk egy sárgát, ez mondjuk nem olyan szép, ezt a sárgát, nagyon szép színek, egy kéket is mondjuk, így, meg mondjuk egy ilyen ibolya szint, nagyszerű. Ezen fogjuk megtanulni, hogy pontosan hogyan működnek ezek a filterek és az effektek, már csak el kell mentenünk, File, Save as, mondjuk ide az asztalra, mondjuk átmenet pont TIFF-be mentem el, mert annak jó a minősége, el is mentjük, OK, és kezdhetjük a tanulást.